A bonyhádi középiskolásokat motiválja már a tanév elején a helyi koloni alapítvány. A 9-12. Osztályos tanulóknak hirdetnek ösztöndíjpályázatot. A pályázat célja a tehetséges, aktív közösségi tevékenységet végző és sport vagy tanulmányi versenyen, kulturális területen kiemelkedő eredményt elér diákok támogatása. Az ösztöndíj pályázatra minden bonyhádi lakos, tehát azok is, akik a közigazgatási területhez tartoznak, és azon a településen részen élnek, pályázhatnak, szakmunkásképzőbe, szakiskolába, szakközépiskolába, gimnáziumba járó tanulók, aki a 2019 és 20-as évben a középiskola 9 és 12. évfolyamát végzi. Legalább 4,8 átlagot kell, hogy teljesítsen a 2019-20-as tanévben. A pályázathoz továbbá kötelezően csatolni kell az évvégi és 10-12. Évfolyam esetében az előző tanévi jogi bizonyítvány másolatát, iskolalátogatási igazolást, egyoldalas bemutatkozó levelet, személyes okmányok másolatát. A pályázatokat a Kolónia Alapítványnak az irodájába, ami a Városháza 3. emeletének a 309-es szobájában van, oda lehet majd benyújtani. A pályázatokat írásban, papíralapon és interneten is be lehet nyújtani. A Kolónia Alapítvány a legjobb, hiánytalanul benyújtott 25 pályázó diákot jutalmazza meg egyszeri 20 000 forint értékű anyagi támogatással.